Vissza tudtok emlékezni az első karácsonyi emléketekre? Mi az az ajándék, aminek legjobban örültetek karácsonykor? Vagy mi az az étel, amit minden karácsonykor szívesen esztek? Mi az a karácsonyi film, amit minden évben megnéztek? Képzeljétek el, hogy itt vagyunk az első magyar karácsonyi filmforgatáson, és most ennek a kulissza titkaiba vezetünk be titeket is. Tartsatok velünk! Még soha nem volt olyan, hogy februárban karácsonyi filmet forgatunk. Olyan már volt, hogy a legnagyobb nyári melegben, augusztusban a Balaton partján karácsonyi figurákat rajzoltam, és utána elkészítettük a karácsonyi tortát. De ilyen, hogy februárban karácsonyi filmet forgatunk, ilyen még nem volt. És most nagyon-nagyon izgalmas, mert egy egész karácsonyi vásár szettet építettek ide fel a Várdkert bazárba a Nagy Karácsony című film forgatásához. Elképesztő egyébként, hogy február közepe van, és teljesen karácsonyi érzésem lett azáltal, hogy fél órát itt eltöltöttem a szedben. Mondjuk fantasztikusak ezek a fények, tényleg egy ilyen nagyon nagy szabású díszlet, és már itt vannak mögöttem a statiszták, nem sokára elkezdik forgatni ezt a kis színpados jelenetet. Szia András, azt szeretném megtudni, hogy mi az első, legeslegelső karácsonyi emléked? Szerintem a Dévényi Tibi bácsi beszél a Videóton TV-ből. És piros labdát dobál? Valakinek teljesül a kívánsága. Nekem nem, azt hiszem én is írtam, ugye? És apámmal szerintem a fát díszítjük, és van egy részletgazdag helikopter, amit végre megkapok, és azt hiszem a harmadik pörgetésnél az egyik rotor az elszáll, és mágikusan gyakorlatilag nem került elő. Milyen érzés februárban karácsonyozni? Tehát épp most nem az a feladat, vagy pont ma, amikor kint vagytok, a karácsonyt idézzük fel. Ha nem, mi lesz a feladat? Hát ma például azt hiszem a film legvégét vesszük, holnap az elejét. Nem, hát most épp az adott napra van, mindig van egy feladat. Ami karácsonyi hangulat lesz szerintem, mire az ember odaér a fához, egyébként lesz egy olyan kép. De az nem most lesz felvéve, amikor az ember, vagy tulajdonképpen a szereplők átérzik a karácsonynak azt a részét, az ember jókat teszik, vagy megkérdezik tőle, hogy mi a kedvenc étele, az még messze van, hogy azt fölvegyük. De azért egy ilyen szép díszletben. Nekem megjött a februári karácsony. Igen? Igen. Igen, csak igen, mert mondjuk te belépsz ide, és neked ez jut eszedbe, nekem meg az, hogy ma honnan kell, honnan futunk ma, honnan kell leesni, azt fel kell mászni. Szerinted mi az üzenete a filmnek, amitől számodra is ez fontos? Azért nem egy limonádé vígjátékot készítünk, amellett, hogy ami a Daninak régóta a vágya, hogy egy magyar vagy egy kelet-európai karácsonyi film az itteni szimbólumokkal. Emellett az, hogy egész egyszerűen egy ember szembesül a kiszolgáltatottságával, szembesül a nyomorával, és az, hogy ebben hogyan lehet létezni. Hát tulajdonképpen, és ez nagyon érdekes egy olyan embernél, akinek az a munka, hogy mások kiszolgáltatottságához érkezik ki. Amikor az ember magántapasztalja, és hát egy tűzotok elmondása szerintem még nehezebb. Még nehezebb egy olyan embernek maga előtt beismerni, vagy beszélni róla, vagy feldolgozni, vagy túl lenni rajta, aki egyébként egy olyan szerepben létezik, hogy ő a segítő. Ez az egyik legfontosabb dolog. Hogy egyszer csak megérzi. Vagy az ember ráköszön, mert mindenkivel megtörténik ez, hogy a kiszolgáltatottság, és aztán ebből való, vagy ezzel való együttélés. Sikerült ebben a forgatásos forgatagban leülnünk, ide Liával üdvözöllek. Szia, és arra gondoltunk, hogy készítünk egy ilyen hógömböt, és kiderült, hogy Lia nagyon szeretsz kreatívkodni. Nagyon, Isten. Tehát még azért a barátnőimmel szoktam ezt csinálni, hogy beszélgetünk, és közben állandóan alkotunk valamit. De most nagyon jól esik, hogy így beszélgeted. Hogy közben veled alkotunk. Igen. Ugye úgy kell elkészíteni ezt a hógömböt, hogy kivágtuk a külsejét és a belsejét is kivágjuk, illetve készítettünk egy fotót róla, és akkor azt körbevágjuk, és azt fogjuk beleragasztani. És akkor közben én meg is kérdezném, hogy szoktál-e így karácsonykor kreatívkodni?
Én egyrészt a karácsony a kedvenc ünnepem. Februárban kezdem. De már most februárban kezdem, de hogy az idei karácsony, a szerencse az szerencsétlenségben, hogy most több időm volt készülni. Nagyon-nagyon szép karácsony volt, hogy megleptük a szüleimet. A fiammal megleptük anyukámékat. De jó. És készítettünk mindenféle, hát kézzel készített ajándékot, mert sütöttem nekik egy csomó mindent. És megjelentünk egyszer csak a Mátrában, és apukámat fölhívtam, hogy hogy telik a 24-étek, hogy telik készülőtök, igen, mondom, és várjátok a Jézust, tehát persze várjuk a Jézust, de akkor miért nem nyitott ki a kaput? Úristen! Ekkora meglepetés? Igen. Mi a legelső ilyen karácsonyi emléked, ami hasonló intenzitású? Nem emlékszem egy konkrétre, csak arra emlékszem, hogy mindig nagyon tele volt titokkal, és én azt nagyon szerettem, hogy én tényleg nagyon sokáig azt gondoltam, hogy Jézuska hozza az ajándékokat, és én ezt ez imádtam. Ez mit jelent egyébként hány éves kort? Szerintem az unokatestvérem árulta el, nem tudom, 7-8, nem tudom hány éves lettem, 7-8 éves lettem, amikor ő elmondta, hogy jaj, te buta, hát nincs is Jézuska, és emlékszem, az olyan csalódás volt, tehát nagyon szomorú lettem, és szerettem volna még, ha ezt tovább játsszuk kicsit ezt, hogy nem a szülők, nem, itt valami egészen más dolog történik. Miért érdemes beülni szerinted erre a filmre, a Nagy karácsonyra? Azért, mert az is, aki azt mondja, hogy nem szereti a karácsonyt, mert biztos rossz emléke van róla, vagy nem tapasztalta meg a meghittséget, de mégis valahogy az ember vágyik erre a meghittségre. Mert valahogy egyszerűen nincs mese, valahogy karácsonykor a szeretet valahogy tényleg azt érzem, hogy olyan erővel jön be, kúszik be, akkor is, hogyha nem akarja az ember, vagy annak a hiánya, hogy annyira vágyunk arra. És ráadásul ugye idén karácsonykor sem a karácsonyi vásár hangulatot nem élhettük át, sem az, hogy igazán, tehát én anyukámékkal úgy találkoztam, hogy nem mentünk be hozzájuk, hanem elmentünk az erdőbe sétálni egy órát. Tehát, hogy valahogy tényleg most igazán különös érzés, hogy itt a hátunk mögött, itt a karácsonyi vás, kicsit megkésve. Igen. És szerintem ez biztos, hogy emlékezetes lesz. Igen. Na, kivágtad esetleg igen. A fotót? Nézd, csak el is helyezheted itt a hógömbben, én megragasztottam a hátulját. Szépen, aztán ahogy mindegy. Teszed, már rá is fog ragadni, és utána jöhetnek a dekorációk. Ide teszek egy kis ajándékot a kezembe, most úgy döntöttem. Hát nem bízod a véletlenre, hogy érzem. Nem tudom, hogy te hogy vagy alkotás közben, tudsz-e beszélgetni? Én szeretek úgy is alkotni, hogy elmélyülök benne, de úgy is szeretek, amikor ilyen könnyebb dolgok vannak, hogy közben beszélgetni, tehát hogy tényleg mint egy ilyen baráti, családi, közös élmény. Tényleg? Uh-huh. Te inkább elmerülős vagy? Én elmerülős típus? Elmerülős, tehát ne haragudj rám, hogyha néha így belefeledkezem, és megfeledkezem arról, hogy miért is kapcsak vagyunk egy kis zenét. Az átlátszó ragasztó. Aha, ez és igaz. És akkor ez az, ami megfog mindent. Tényleg, ó, de szuper. És ugyanúgy aztán a befejezéshez a másik oldalát is le kell ragasztani, és akkor úgy lesz kész. Ó, de szuper. Ez nagyon jó leső érzés. De ez milyen isteni? Ez is felejtettem, hogy jé, forgatom. Na, milyen szép lett. És akkor összefogjuk a hátulját. Ó, de jó. És még itt nem kell megragasztani? De. Ja, ezt utána ragasztod. Mindjárt megragasztom. Elégedett vagy? Igen, nagyon tetszik. Azt a de jó. Ezt nem is gondoltam volna, hogy ilyen klassz. De jó. Nagyon köszönöm, hogy együtt alkothattunk, és nagyon jó szereplést, meg véghajrát kívánok neked. Köszönöm szépen. Sikerült Lencse végre kapni emőkét is, aki a főszerepet játssza a Nagy karácsony filmben. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Én is örülök. Nagyon kíváncsi lennék, hogy meséld el nekünk, hogy mi a kedvenc, vagy a legelső karácsonyi emléked, de akár lehet kedvenc is. Nálunk mindig az angyal jött. Ő hozta az ajándékot, meg a fát is. És én egészen sokáig általános iskolás negyedikes koromig ebben masszívan hittem. És emlékszem, volt olyan karácsony, amikor annyira hevesen kerestem az ajándékomat a fa alatt, hogy meggyulladt a hajam.
És ezt én nem vettem észre. Meggyulladt. Meggyulladt a hajam. És a nagyapám rám vetette magát abban a pillanatban. Én még csak észre se vettem, csak nagyon megijedtem, hogy rám vetődött. És sikerült eloltani, mielőtt lángra kapott volna a fejem. Nagyon büdös volt. Nem egy tipikus karácsonyi emlék, de biztos, hogy emlékezetes. Milyen érzés februárban karácsonyi filmet forgatni? Nagyon jó, olyan, mint hogyha nem ért volna véget a karácsony, és még mindig tart. Főleg idén, hogy nem volt vásár sem, meg a díszvilágítást is hamarabb lekapcsolták. Idén spórolás szempontjából jót tett, és most így mégünk van. Miért érdemes beülni szerinted erre a Nagy Karácsony című filmre? Kicsit megmelengeti a szívet, mint maga a karácsony. Meg szerintem jó humora lesz, legalábbis nagyon dolgozunk rajta, és... jó a hangulat nagyon. De hát a karácsony ez mindig nagyon jó apropó. Ez az első főszereped. Igen. Mi az, amit tanultál ebből az egész forgatásból, vagy van-e kedvenc jeleneted már most? Nagyon érdekes, hogy színházhoz képest mennyire máshogy működik, meg mennyire összetett, milyen sokan dolgoznak egy dolgon, és hogy áramlik a kommunikáció pillanatok alatt, és hogy ha ilyen problémám van, akkor annak szólok, ha olyan dolog kell, akkor annak szólok, és első napokban csak ilyen rengeteg maszkos embert láttam, és valahogy ilyen nagyon ijesztő volt, hogy így nem ismerek fel senkit, és most így már a maszkokkal együtt is már így... Mindenkit megismersz. Igen, úgy valahogy a mozaik úgy kialakul, és... Volt valamilyen kedvenc pillanatod a forgatások alatt mostanában? Például a mai nap az, mert ma ilyen akciójelenetet veszünk. Hát igen, nem tudom hányszor fölmásztál a színpad tetejére. Igen, ezt most nagyon élvezem, mert ilyen dolgokat ritkábban csinálunk színpadon. Meg miért színpadon kívül? Színpadon kívül sem, igen. Nagyon örülök, hogy beavattál ezekbe a részletekbe, és további jó forgatást kívánok. Köszönöm szépen. És szurkolok a film premierhez. Jó, köszönöm. Én köszönöm, hogy itt voltál. Egészen elképesztő érzés volt belehelyezkedni ebbe a karácsonyi vásárba és a karácsony érzését felvenni, így február közepén. Nagyon-nagyon izgalmas akciójelenetek, egy hatalmas forgatás részesei lehettünk. Remélem, hogy átadtuk ennek az érzését, és most már ti is látjátok, hogy hogyan is zajlik legalábbis a színfalak mögött egy picit egy ilyen nagy magyar karácsonyi filmnek a forgatása. Nagyon örülök, hogy sikerült közösen alkotni Liával, hogy beszélgettünk Andrással és Emőkével is, és azt is elmondták, hogy miért érdemes megnézni majd ezt a mozifilmet. Kíváncsi vagyok, hogy melyik volt nektek az a legmeghökkentőbb rész, amit itt ebből a kulisszafilmes videóból láttatok, akár a karácsonyi élmény, akár hogy hogyan néz ki egy ilyen forgatás, írjátok meg nekünk ide a kommentekhez a videó alá. Találkozunk legközelebb, és ne felejtsetek el feliratkozni az Inspirációk magazin csatornájára, hogy így legyen. Sziasztok, szép kreatív napot!